Első edzésén vett részt hétfőn az Olá Gábor utcai sportcsarnokban Molnár Márton. Az Albafehérvártól érkezett 208 cm-es magas ember a következő szezonban Tóth Ádámmal együtt alkothat félelmetes párost a palánk alatt. A válogatott játékos már alig várja, hogy elkezdődjön az idény, ami szerinte rendkívül kiegyenlített lesz. Mindenhol jó erőfeszítések voltak, úgyhogy kíváncsian várjuk már a felkészülést, és ugye majd a nyitó mérkőzésen, illetve pár mérkőzés után lehet már megtudni, hogy milyenek lesznek az erőviszonyok. Kovács Adrián második szezonjára készülhet a felnőttek kispadján. A vezetőedző elégedett volt a keret kialakításával, hiszen sikerült egy komplett csapatot összehozni a nyáron. Az együttes az előző szezonban a negyedik helyen állt a koronavírus miatt lezárt bajnokságban, idén pedig akár még előrébb is végezhetnek. Agresszív védelemre fogunk építeni, úgy, ahogy ezt tavaly is tettük. Megpróbáljuk ezt vinni tovább. Nyilván magában a játékban kell változtatni, hiszen vannak új érkezők, és nekünk edzőknek az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ezekből a játékosokból a legnagyobb potenciált kihozzuk. A csapat a következő hetekben Debrecenben végzi az alapozást. A bajnokság a tervek szerint október első hétvégéjén kezdődik.